Szeretettel köszöntelek benneteket, és ha megengeditek, akkor egy imával kezdenénk. Drága mennyei atyám, az Úr Jézus szent nevébe jövök eléd imádságban. Magasztallak, Uram, áldalak, dicsérlek és dicsőítlek. Köszönöm, édesatyám, hogy együtt lehetünk a mai napon, szeretetben, békességben és egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, lefolyik a szentek köntöse prémjére. Úgy száll le az Úr kenete a gyülekezetre, mint a Hermon harmatja a Sion hegyeire. Hálát adunk ezért neked, Uram. Jézus nevében kérlek, drága mennyei atyám, adj nekem szavakat a szám megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem az evangélium titkát, hogy arról szóljak, Uram, amiről szólnom kell. Nyújts ki a kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, Jézusnak neve által. Hálát adok, atyám, hogy minden szükség betöltetik a mai napon, legyen a szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi jellegű. Áld meg, Uram, hatalmasan mindazokat, akik együtt vagyunk a mai napon. Áld meg a családokat, Uram, köszönjük neked, hogy gondod van a családjainkról, gondod van az életünkről. Köszönjük neked, atyám, hogy minden bajunkat, gondunkat rád vethetjük, Uram, mert neked gondod van ránk. Hű az Úr, aki megerősít minket, és megőriz a gonosztól. Magasztalunk, dicsérünk, dicsőítünk, minden dicsőség a tied, abba, atyám, édesatyám, Jézus szent nevében. Ámen. Foglaljatok helyet! Ezen a helyen először állok a pulpitusnál, és most nagyon, nagyon szépen vagyunk, és nagyon jó látni benneteket, mert látlak is, majd ezzel a mikrofonnal még megbirkózom. A mai napon a megvallásokban lévő erőről szeretnék szólni. Rendszeresen teszünk megvallásokat. Erről készülnek az imakönyveink is. Csodálatos könyveink vannak most már a neten is elérhető, tehát onnan is lehet olvasni, nem csak papírformátumban. És ezekben az imakönyvekben témánként összegyűjtve vannak azok az igék, Isten szava, ami egy-egy probléma, egy-egy szerv, egy-egy gyógyulás, egy-egy esemény kapcsán kell, hogy megvalljunk az életünk felett. Miért kell megvallás? Mi az, hogy megvallás? Erről szeretnék ma szólni. Az Ézsaiás 55.10.11-es igéje írja. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldtem. Csodálatos ige, csodálatos ige. Nagyon gyakran ismételjük. Megvallani annyit jelent, mint ugyanazt mondani, amit Isten igéje mond. Tehát, ha megvallást teszek, akkor a szám Isten igéjével azonos módon szól. Azt szólja, amit Isten igéje mondott. A megvallani vagy kinyilvánítani, ez egy proklamáció nevű latin szóból ered, annyit jelent, hogy előre kiáltani, kikiáltani. A kikiáltó fogalmát ma már nem nagyon használják, de régen voltak hírnökök, akik a hatalmasságoktól, a királyoktól, a uralkodóktól hozták az üzenetet, a hírnökök, a kikiáltók, és ezt az üzenetet elhozták az embereknek, amit aztán kötelező érvénnyel be kellett tartani. Amikor én gyerek voltam, Bakonybélben, az én kedves szülőfalumban és szolgálati helyemen, ott először, még picike voltam, képzeljétek, kisbíró volt. Néha filmekben látjátok, aki kijött az utcára, elkezdett dobolni, és mindenki kiment, hát nem volt telefon, internet, rádió, képzeljétek el, mekkora
utat tettünk meg, akik akkor születtünk, akik a 40-es, 50-es években születtünk, hogy még a kisbíróra is emlékszem, és ma már a Facebookon és a e-mailben és Messengeren közvetítem az üzeneteimet. Jött a kisbíró, dobolt, és azt mondta, közhírré tétetik. És elmondta azt az utasítást, amit mindenkinek tudnia kellett, és mindenkinek be kellett tartani. Aztán később hangos bemondó volt. Még nemrég szereltük le a házunk tetejéről annak a különböző vezetékeit. Akkor a hangos bemondó szólalt meg, hogy figyelem, figyelem. És amit bemondtak, tudomásul vettük, hogy az egy hatalmi szó. Onnan jött, kinyilvánították, kihirdették. A megvallásunk ugyanígy működik, ha megvalljuk, hogy kinyilvánítjuk, akkor azt a hatalmi szót mondjuk ki, amit a mindenható Isten szava, ami mindenki számára hatalmi szó, és mindenki számára érvényes. Tehát nagyon fontos, hogy a megvallásról tudjuk azt, hogy ez a lényege, ez az értelme. Számunkra, akik hívők vagyunk, azt jelenti, hogy Isten igéjét mondjuk ki a saját szánkkal. Azokat az igéket, amiket ő már kimondott a Bibliában. A mi szánknak szavait összeegyeztetjük Isten igéjével. Akkor, amikor odaállunk Jézus mellé, azzal, hogy kimondjuk az igét, megkapjuk az ő tekintélyét, és megkapjuk az ő hatalmát. A zsidó levél 3.1 azt mondja, Jézus a mi megvallásaink főpapja. Ő az, akinek a kezébe adunk egy eszközt. Ha nincs megvallás, nincs mivel közben járjon, érted, a főpapunk. Nincs a kezébe, tehát a megvallásunk főpapja, megkapja, meghallja, hozzá elkinyilvánítod, elmondod Isten igéjét, Isten szavát a helyzetet fölött, akkor ő van, mivel szolgáljon. Ő közben jár értünk, mint főpapi szolgálatát végzi, és adunk a kezébe egy eszközt, hogy igen, megvallotta, hiszi, ez be kell, hogy teljesedjen az életünkbe. Tehát, ha nincs megvallás, akkor a főpapunk közbenjárását korlátozzuk azzal, hogy nem tud mivel közbenjárni értünk. Ha csendben maradunk, akadályozzuk az ő szolgálatát. Az pedig, amikor rossz megvallást teszünk, még rosszabbat teszünk, mert akkor a gonosz erőket szabadítjuk föl az életünk fölött. Hát mindig szoktam mondani, hogyha valaki sokszor mondja, hogy fáj a fejem, jaj, de fáj a fejem. Mondtam, fájni is fog. Fájni is fog, mert ez a te megvallásod. Tehát nagyon vigyázni kell a szánkra, de az egy másik tanítás. A kinyilvánítás vagy megvallás szellemi hadviselésnek a szava. Amikor mi kimondjuk Isten igéjét, akkor a szellemi erőkkel harcolunk. Nem kell mással harcolnunk, a hit harcát kell csak megharcolnunk, de a szellemi birodalom ismeri ezeket a szavakat, mert ez a mindenható Isten szava. Istennek a tekintélyét szabadítja fel bizonyos helyzetekben, a mi életünkben, a megpróbáltatásunkban, a gyülekezet életében, az ország életében, mondhatom, hogy a világ életében, mert az egész földről imádkozhatunk, vagy megvallhatjuk ezeket. Nagyon sok helyzet van, amikor Isten erejére szükségünk van. Nincs más útja, módja, mint hogy ezt az erőt mi felszabadítsuk az életünkben, a helyzetünkben, mint a kinyilvánítás, a megvallás. Tehát nagyon fontos ennek a végzése ezt, hogy minden áldott nap, minden kereszténynek az életében a megvallások jelen legyenek. Az Új Szövetségben a prédikálni szó is egy ilyen küldöttnek a szava, a kinyilvánítás szava. A Máté evangélium 28.19-ben olvashatjuk, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. És az evangélium hirdettetik az egész világon.
Hát jobb fordítás lenne, ha azt mondták, hogy az evangélium kinyilvánítatik az egész világon. Bizonyságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég, azt mondja az ige. Hát én közel 30 éve prédikálok, és közel 30 éve, hogy megismertem Isten igéjét, amin azóta is csak ámulok és bámulok, hogy ránézek, elolvasom, és pontosan mindig arra ad választ az életemben, amiben éppen kérdésben vagyok, vagy megpróbáltatásban vagyok. Amikor a neten közvetítünk, akkor is ez a kinyilvánítás történik meg. Mert lehet, hogy nem pontosan a közvetítés időpontjában, de más időpontban, ha valaki meghallja, ti is hallottatok már televízióban, interneten egy-egy tanítást, amit pontosan akkor kapcsoltál be, amikor szükséged volt rá. Az is az evangélium hirdetése, az is egy kinyilvánítás és megvallás. Szeretnék most egy példát felolvasni nektek Mózesről, amikor Isten elhívta őt, hogy visszamenjen Egyiptomba, és megszabadítsa Izraelt. Emlékeztek rá, hogy megjelent neki az égő csipke bokorban, vagyok, aki vagyok, azt mondta, és szólt neki, hogy vissza kell mennie, ő fogja kihozni a népét Egyiptomból. Hát Mózes nem örült ennek. Egyáltalán nem örült, mert azt elvesztette minden önbizalmát akkor, hogy én miért engem, Uram, hát én nem, semmit nem tudok tenni. Én mit tudok ott tenni? Nézzük az igét. Mózes 4. rész 1-től 5-ös igéig. Felele Mózes és mondta, de ők nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, sőt azt mondják nekem, nem jelent meg néked az Úr. Az Úr pedig mondta néki, mi az a kezedben? És ő mondta, vessző. Vesd azt a földre, mondta, és veti azt a földre, és lőn kígyóvá. És Mózes elfutamodék előle. Mondta pedig az Úr Mózesnek, nyújts ki a kezedet, és fogd meg a farkát. És kinyújtá a kezét, és megragadá azt, és vesszővé lett az ő kezében. Hogy elhiggyék, megjelent néked az Úr, az ő atyáik istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. 17-esége azt mondja, ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd a ma jeleket. Az Úr azt kérdezte tőle, Mózes pásztorember volt a Közel-Keleten, mi van a te kezedben? Hát minden pásztornak volt egy botja. Ugye hát azzal terelgette a nyájat, azzal járt a pusztában. Azt mondta neki, hogy dobd le. És mikor kigyóvá vált a bot, mit mond az ige? Mózes elmenekült. Megijedt. Fogalma se volt, hogy az ő botjában milyen erő van, hogy az képes és kígyóvá változik. Aztán a nagyobb probléma akkor jött, mikor azt mondta neki Isten, hogy vedd fel, hát fogd meg a kígyót. Na most mégpedig a farkánál fogva. Na most a kígyót mindenki tudja, hogy a fejénél fogjuk meg, hogy meg ne varjon. Hát még sose fogtam meg kígyót, remélem nem is kell. De a farkánál megfogni egy kígyót életveszély, mert oda vág a fejével és megmarhatja. Nagyon-nagyon nagy félelemmel tette ezt meg Mózes. Megfogta a farkát és újra bottá vált a kezében. Isten egy csodát mutatott neki, és azt mondta, hogy most menj el, és vedd ezt a botot, és ezt vidd magaddal, ez lesz a te bizonyságod. Arról, hogy Isten küldött téged, és csodát tett az életedben. A Mózes 2. könyvében, ha olvasunk, akkor látjuk, hogy Izrael kiszabadításának nagyon sok pontján ez a bot komoly szerepet kapott. Komoly szerepet kapott. Nagyon-nagyon jellemző, mikor a Vöröstengerhez értek menekülés közbe, és ott Mózes rásújtott a Vöröstengerre, az ketté vált, és száraz lábbal mehettek át rajta. Aztán, mikor átértek, újra rásújtott a botjával, a Vöröstengerre az összezáródott, és az ellenséget elöntötte a víz. Tehát nagyon sok esetben ez a bot szabadulást hozott.
Aztán volt, amikor éheztek vagy szomjaztak, azt mondta Isten, sújtsa kősziklára. Megint a bot volt az, ami által Isten cselekedni szokott. Amikor Mózes azt akarta, hogy Isten közbelépjen, akkor kinyújtotta a botját, és Isten közbelépett. És ha mi a Bibliában, az igében hívő keresztények vagyunk, és hiszem, hogy itt minden azok vagyunk, akkor nekünk is van egy ilyen botunk. Mégpedig ez a bot a mi Bibliánk. Mi is kaptunk egy ilyen botot Istentől. Mondjuk ki együtt, a Bibliám az én botom. Ezzel mindent meg tudok tenni, amire Isten engem elhívott. Az első dolog, köszönöm, ezt már nem kell mondani, az első dolog, amit az igéből meg kell látnunk, hogy Isten igéjének ereje van. Ereje van. Ahogy Mózes botjából kígyó lett, és ő elborzadt attól, hogy mi van abban a botban, amivel ő sétálgatott a pusztában, ugyanígy nekünk is meg kell ismernünk, és a szívünkbe kell érteni, hogy igenis a Bibliánkban, az igében Isten ereje van. Isten ereje van. Nézzük, hogy néhány igét bizonyságul, hogy mekkora ereje van az igének. Mekkora ereje van. Mert kinyitjuk, olvassuk, jó szépen, olvasom egymás után, aztán jó kis olvasmány, hamar megunom, elalszom rajt, elbólintok rajt. Ez a betű, ez a könyv. Nézzük az erejét. 33-as Zsoltár 6-os igéje mondja, az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Tehát a teremtés két közvetítő által történt. Isten szava és Isten szelleme. Az Úr szavára lettek az egek, szájának lehelletére. Szájának lehelletére lettek minden seregük. Minden, ami teremtődött, minden, ami történt, Isten szava és Isten szelleme által ment végbe. Mindennek az eredete ebben a két forrásban van, Isten igéjében és Isten szellemében. Isten igéjében és Isten szellemében. Az igének együtt kell működnie a szellemmel. Az alapvető igazság, mint nálunk embereknél is az, hogy lélekzet nélkül nem lehet beszélni. Lélekzet. Amikor mi szólunk, akkor is kijön a szánkból egy lélek, és akiben Isten szelleme van, annak a szavával kijön a Szent Szellem, kijön az a lélek jön ki, és az fogja megeleveníteni azt az igét, amit te kimondasz a számmal, száddal. A 2 Péter 3:5-7-ben van, mert kész akarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régóta fogva voltak, és föld, amely vízből és vizáltal állott elő az Istennek szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek a tűznek tartván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Na hát ez jó hosszú volt. Tudjuk, hogy az ige teremt, mert Isten hatalmas szavával teremtette. És azt mondja a másik helyen a Biblia, hogy hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Teremt az ige, fenntart az ige, és most itt azt is látjuk, hogy el is pusztít. El is pusztít. Tehát nézzük ezt a pusztítást, hogy hol és mikor jön ez valóságba. Isten igéje által lettek az egek, a föld, Isten igéje által van fönntartva, és amikor Isten időpontja elérkezik, akkor el is fog múlni. Ahogy látjuk a zűrzavart most a világban, ahogy látjuk, hogy a földünket hány módon sebzik és teszik tönkre, azt a gyönyörű
földet, amit Isten nekünk adott, akkor nem is bánom, hogy Isten igéje egykor el tudja takarítani ezt az űrzavart, mert Isten ezt az igéje által meg fogja tenni. Térjünk vissza újra az első bevezető igémre, az Ézsaiás 55:10-re, mert mint a leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldtem. Csodálatos! Most már tudjuk, hogy ereje van ennek az igének, mert bebizonyítottuk. Tudjuk, hogy Isten szava és lehellete, szelleme együtt munkálkodik. És most nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk mi ezt a mi életünkben használni. Hogyan tudjuk mi az életünkben ennek az erejét érvényesíteni. A 2 Korintus 3:6-ban azt mondja az ige, aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a szellemé. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Hát lehet egy olyan száraz prédikáció, hogy 350 igét olvasunk föl egymás után. Nem mondom, hogy az az ige nem hat, de ha szellem nélkül, hit nélkül hagyja el a szánkat, akkor ez olyan, mintha egy felolvasó estet tartanánk, és az a betű a szellemnek ott kell lenni, hogy megelevenítse azt az igét. Ha Mózes tapasztalatával párhuzamosan szeretném megmutatni az utat, hogy hogyan tudjuk hatékonnyá tenni az életünkbe. Hogy hogyan a kinyilvánítás, megvallás alapján tudjuk használni és felszabadítani az igét az életünk bizonyos helyzetében. Ezt el kell határozni, hogy megteszem. El kell határozni, hogy hiszem. Hiszem az igét, és én meg fogom tenni, használni fogom ezt a botot, amit nekem Isten adott a dolgaim fölött. Nem kell, hogy Isten mondja. Ha Isten szelleme a te szádon keresztül kimondja, akkor ugyanolyan hatékony lesz, mintha Isten száját hagyná el. Az első dolog, ami Mózessel történt, az, hogy megijedt. Igaz? Megijedt. Ledobta a botját a földre, és amikor az kígyóvá vált, hát elfutott tőle, azt mondja az írás. Mielőtt hatékonyak lehetnénk egy kijelentéssel, meg kell tanulnunk félni Isten igéjét. Ezt a szót nem szeretjük. Amikor azt halljuk, hogy Isten félelem, akkor mindenki arra gondol, amivel riogattak bennünket nagyon régen, hogy hó, majd megver az Isten, majd ezt teszi veled az Isten, megharagszik rád az Isten. Ez nem az a félelem. Ez olyan, úgy kell félni az igét, mint mikor az Isten félelemről beszélünk. Hogy olyan tisztelet van bennem, elismerem az ő hatalmas voltát, elismerem az ő mindenható voltát. Az igére is úgy kell tekintettünk, hogy félelemmel, Isten félelemmel kell tekintenünk az igét. Nem félnünk kell tőle, hanem félnünk kell őt, félnünk kell magát az igét. Az Ézsaiás 66:1-2-es igében mondja, így szól az Úr, az egek nekem ülőszékem, a föld az én lábaimnak zsámolja. Milyen ház az, amit nekem építeni akartok, és mi az én nyugodalmamnak helye? Hiszen mindezeket a kezem csinálta, így álltak elő mindezek, így szól az Úr. Hanem arra tekintek én, aki nyomorult és megtört szellemű, és aki az igémet rettegi. Nagyon gyönyörű ige. Mit mond az Úr? Hát te akarsz nekem katedrálist építeni, te akarsz nekem templomokat építeni. Az egész világot én teremtettem. Kire tekintek? Arra, aki nyomorult, aki megtört szellemű, aki bajban van,
és aki az igémet rettegi, aki féli az én igémet. Ahhoz, hogy félni tudd az igét, ismerned kell az igét. Mint Mózes első reakciója, nekünk is az legyen az első, hogy féljük Isten igéjét. Ismerjük el, mikor ránézünk az igére, hogy annak hatalma van. Ez Isten szava, amivel teremteni tudott. János mondja az evangéliumában, hogy miért kell félnünk Isten igéjét. A 12. rész 47-48-as verse írja, és ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, és nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem a világot. Aki engem megvet, és nem veszi be az én beszédemet, van annak, aki őt kárhoztassa, a beszéd, amelyeket szólottam, az kárhoztatja őt az utolsó napon. Jézus azt mondja, nem én leszek a te bírád, hanem Isten igéje fog téged megítélni. Isten igéje fog megítélni. Hát ha elképzeljük, hogy a mindenható Isten előtt állunk, mert elkövetkezik ez egyszer az életünkben, akkor azt hiszem, hogy mindannyian reszketni fogunk, és nagyon-nagyon félelembe fogunk ott állni, hogy most mi következik. A megkérdező, hogy amiért küldtelek, azt elvégezted-e? De Jézus azt mondja, ugyanígy viselkedj az igével. Ugyanígy, mert ő fog kárhoztatni téged az utolsó napon. És a János 14.23-ban is van egy megdöbbentő igazság. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Tehát, aki szeret, megtartja a beszédemet. Megint az igéről beszélünk, ahhoz megyünk, és annál lakozást veszünk. Nagyon kevés hely van a Bibliában, ahol többes számban beszél Jézus. Azt mondja, én és az atya. Ha a te szívedben ott van az ige, megtartod Isten igéjét, használod Isten igéjét, megvallod hittel Isten igéjét, akkor beköltözik a szívedbe az atya, az apa atyánk és az Úr Jézus. És akkor hányan vannak? Hárman. Mert a mi testünk a Szent Szellem temploma, és a Szent Szellem már bent lakozik a szívünkbe, és ha ők ketten beköltöznek, akkor a teljes Szent Háromság ott lesz benned, ott lakik benned. Akkor van-e a világnak olyan gondja, ami ellen nem vagy fölvértezve ilyen erővel? Annak, aki megtartja az én beszédemet. Azt mondja, ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Csodálatos az Úr, csodálatos, ha az igét megvallod, hiszed, és megtartod, akkor a Szent Háromság ereje lesz benned. Jézus azt mondja, hogy mi fogunk jönni hozzád. Mi fogunk jönni hozzád. Ezért legtöbbünknek változtatni kell a magatartásunkkal az igével szemben. Nagyon sokan már úgy vagyunk, hogy nagyon régóta használjuk ezeket a megvallás imakönyveket, és jó, ma akkor elmondjuk a baleseti védelmet, elmondom a reggeli, mindennapi imádságot, elmondom a gyógyulást, és akkor leülök és eldarálom. Nem erről van szó. Ezt az igét félve, Isten félelemmel, annak a hatalmát tisztelve és ismerve kell, megvallani hittel a helyzetünk és az életünk fölött. Ez az első dolog, ez a félelem, ami megtörtént a Mózessel. A második dolog, amit Mózes tett, mit csinált? Megragadta újra a botot. A kígyó farkát fogta meg, megragadta. Újra bot lett a kezében. Mit kell nekünk tenni az igével? Meg kell ragadnunk Isten igéjét. Meg kell ragadnunk, igaznak kell éreznünk magunknak, amikor a szívedbe rémává válik az ige. A betű, a leírt ige, a leírt szót nevezzük Isten szavát igének, és a réma akkor, amikor én a szívembe tudom,
hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, ez igazság. Ez igazság. Ez akkor is ez jön elő, ha bármilyen diagnózist közölnek velem, ha bármilyen bajba vagyok, akkor a számon ez jön már ki, mert át vagyok itatva vele, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam múlt időben. Tehát nagyon fontos, hogy meg kell ragadnunk ezt az igét. A Zsoltárok 149 írja az 5-ös részben, vigadozzanak a szentek dicsőségben, újjongjanak nyugvó helyükön. Isten magasztos dicsőítése legyen szájukban, két élő fegyver a kezükben. Adott nekünk Isten két élő fegyvert, ez pedig az ő igéje, és ha megragadjuk, akkor a szellemi birodalomban nekünk egy két élő fegyverünk van, amivel hadakozni tudunk, amivel a gonosz dolgait le tudjuk győzni. Isten nekünk adta az ő kiváltságát. Nagyon sokunk ima élete megváltozna, ha tudnánk ezt a igébe lévő hatalmat gyakorolni ezzel az igével. Hát hogyan visszük ezt véghez? Úgy, hogy hirdetjük Isten igéjét. Kihirdetjük, hogy felszabadítjuk a szánkkal a kimondott igét, a megírt igét. Mi vagyunk a szája Istennek. Mi vagyunk, akik a piac téren és állunk, és azt mondjuk és az utcán, hogy figyelem, figyelem. Te érted is meghalt Jézus. Isten szeret téged. Mi vagyunk, akik hirdetjük. Mi vagyunk Isten szája. Mi volt a harmadik tette a bottal? Mikor visszakerült Egyiptomba, akkor kinyújtotta a botot. Tehát a fáraó előtt is kinyújtotta a botot. Aztán a Vörös-tengernél is kinyújtotta a botot. Aztán a pusztában is kinyújtotta a botot. Tehát gyakorolta a hatalmat, ami a botban volt. Használta a botot. Az igének azt mondjuk, ne csak csak hallgatói, hanem cselekvői is legyetek. Tehát gyakorolnunk kell a botunkba lévő hatalmat. Félnünk kell az igét, megragadnunk kell az igét, be kell építeni a szívünkbe, és használni kell az igét. Nem azt mondom, hogy az egyetlen mód az ige megvallása, amikor nehéz élethelyzetben vagy, mert ott van a drága Jézus neve, ott van a Szentvér meghintése. Nagyon sokféle módot adott nekünk Isten, hogy elvegyük mindazokat az áldásokat, amiket ő nekünk készített, de az egyik leghatékonyabb módja az ige megvallása. Ha visszaemlékszünk, a szó a lehellettel együtt jön, mikor szól. Isten szelleme kirepíti Isten lehelete az ő szavát, és mikor mi föl tudjuk szabadítani ezt az életünkbe. Tehát ki kell mondani hangosan? Sokan kérdezik, miért kell kimondanom hangosan az igét? Miért kell? Hát magamban szépen én elimádkozgatok. És ennek van egy fizikális oka is. Pszichológusok is tudják, nagyon sokféle ilyen tudomány foglalkozik vele, hogy kinek hiszünk mi a legjobban? Saját magunknak. Saját magunknak. Kinek hisz a te füled, a te szádnak? Ha én azt mondom ki, hogy én gyógyult vagyok. Én gyógyult vagyok. Én egészséges vagyok. Mit hall a fülem, hogy egészséges vagyok? Mit közvetít az agyamnak, hogy egészséges vagyok? És elkezd azt szerint működni. Ugyanúgy, ha kimondja az én szám, hogy jaj, de fáj a lábam, jaj, de fáj a lábam, jaj, de fáj, mit hall a fülem? Fáj a lábam. Mit parancsol az agyamnak? Az, hogy fáj, azt mondja, folyamatosan azt mondja, hogy fáj a lába, hát akkor produkálnunk kell, hogy fáj a lába. Az ember egy csodálatos teremtmény. Egy olyan csodálatos teremtmény, amit csak Isten tudott így összerakni. Ha az emberi testet megnézzük, akkor az emberi testnek a különböző szervek, van egy kiválasztás, van egy emésztés, van egy érrendszerünk, van egy idegrendszerünk, van egy immunrendszerünk, vannak ízületeink, képzeljük a beszéd, a mozgás, a gondolkodás, az érzelmek, ez mind összhangban működik. Ezt egy csodálatos mester
egybe alkotta. Nincs ilyen. Azok, akik ateisták is azt mondják, hogy ahogy a világegyetem is egységben van, rend van a világegyetemben, úgy kell lenni ott fönn valakinek, vagy valakinek kellett lenni, aki ezt összehozta így. Hát igen, és az emberi test csodálatosan van megkomponálva. Ha egyik része meghibásodik, már a másik reagál rá. Tehát összeköttetésben van minden mindennel a testünkben. Egy csodálatos kémiai labor és egy fizikai műhely a mi testünk, az emberi test. És nagyon fontos, hogy hallja az én számból az én fülem és az én elmém, hogy igen, én Jézus sebeiben meggyógyultam, én egészséges vagyok, az én Istenem betölti minden szükségemet, boldog vagyok, elégedett vagyok, egészséges vagyok. Reggelenként szoktam ezt elmondani, hogy köszönöm Uram, hogy fölébredtem. Nagyon sokan mondjátok ezt velem együtt így. Tehát az egyik leghatékonyabb módja az ige megvallásán, hogy ki kell mondani hangosan, hittel a szívedben, szellemmel. Az a Szent Szellem, aki benned van, ő eleveníti meg azt az igét, amit te kimondasz a száddal. Hát Isten tudjuk, hogy nem lépett le a trónjáról. És nem vette ki Mózes kezéből a botot, hogy, és nem mondta, hogy várj Mózes, majd én ezt megcsinálom. Azt mondta, nálad van a bot. Te csináld. Te. Elvárja Isten, hogy te mondd ki az igét. Te hidd el a szívedben. Te járd meg a hitnek, harcold meg a hitnek a harcát. Te. És ő beteljesíti, amiért küldte az igéjét. A megvallásaink, most már csak rövid leszek, a megvallásokat fogunk tenni. A megvallás kihirdetést jelent, erről már beszéltem. És nagyon sok olyan megvallásunk van, aminek azt mondhatom mindennapi megvallásunknak kell lenni. És régóta használom az igéket az életemben, hát most már 30 éve vagyunk a szolgálatban. És azt mondja, hogy jár, mert én tudom az én gondolataimat, mondja az ige, amelyeket felőletek gondolok, mondja az Úr, békességnek, és nem háborúságnak gondolatai, hogy kívánatos véget adjak néktek. Tehát az Úrnak abban van öröme, ha te örülsz. Abban van öröme, ha te egészséges vagy. Mi ide adott nekünk a kezünkbe egy botot, egy olyan eszközt, amit használni tudunk a mindennapokkal. Egy önvédelmi igével szeretnék kezdeni, amikor az orvosok azt mondják, hogy ezt nem biztos, hogy túl fogod élni. Akkor ezt az igét használjuk, és ezt minden tudjuk kívülről, a 118-as Zsoltár 17-es igéjét. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Mondjuk ki együtt, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Na most kimondtátok ide a mögöttem lévő színpadnak. Most fordulj szembe a szomszédoddal, és annak mondd el, hogy meggyőzd róla, hogy ez a te hited, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Halleluja! Ez valóság valamennyünk életében. Nagyon-nagyon fontos ige, nagyon fontos ige. Tudjátok, miért fontos? Mert a félelem, minden félelemnek alapja a halálfélelem. A halálfélelem. Amikor beteg vagy, attól félsz, hogy meghalsz. Ha baleset ér, attól félsz, hogy ott maradsz. Ha nem, nincs ennivalód, vagy tüzelőd, attól félsz, hogy éhen halsz, vagy megfagysz. Mindig a halálfélelem áll a háttérben. Ezért ezzel riogat bennünket, és akik halálfélelemben vannak, az egy hatalmas szenvedés. Az egy nagyon nagy megpróbáltatás. Az egy rettegéssel tölti el az életüket. Ez az ige naponta ott kell legyen a megvallás. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Csodálatos dolog. Ézsaiás 54:17-ben van
egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, mondjátok velem nyugodtan, és minden nyelvet, mely ellenem perbeszáll, kárhoztat az Úr, mert ez az én örökségem, mint az Úr szolgáinak öröksége, és ez az ő igazságuk tetőle, seregeknek, Ura. Meg kell személyesítnünk az igét. Egyes szám első személybe át kell tenni. Tehát, hogy nem halok meg, hanem élek, és ez az én örökségem, ez az én örökségem. Csodálatos, csodálatos az Úr. Isten kiűzi az ellenséget, de nekünk kell a nyakára tenni a lábunkat. Nekünk kell megtenni a mi részünket, és akkor ő is megteszi a magáét. Hát, ha anyagi szükségben vagyunk, ugye gyönyörű igéink vannak, imakönyvből idézek. 2 Korintus 9:8, Isten pedig hatalmas arra, hogy rám árasztja minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségem legyen, minden jó téteményre bőségben legyek. Csodálatos, hogy ilyen jól tudjátok. Azt jelenti, hogy nagyon sokszor megvalljátok, nagyon sokszor. Dicsőség az Úrnak. Aztán Filippi levél 4:19. Az én Istenem betölti minden szükségemet, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Halleluja! És újabban van egy újabb igém is, amit nemrég nyílt meg nekem. A példabeszéd 10:22. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot és fáradtságot. És ez mindig eszembe jut, hogy hiába ti néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. És azt mondom, hogy Uram, hát nem kell nekem itt törni magamat. Azt mondtad, hogy nem adsz hozzá nyomorúságot és fáradtságot, megadod nekem a szívem kérését. Az anyagi dolgaink már rendben is vannak. Aztán, ha megfáradunk, mit mondunk? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Erős vagyok az Úrban és az ő hatalma erejében. Aztán a betegség próbái, ami mindenkit utolérnek. Az Úr Jézus maga vitte fel bűnünket testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultunk meg. Halleluja! Néha ezt nagyon sokáig kell mondanunk, és sokszor el kell mondanunk, de egyet tudnunk kell. Isten szava elvégzi, amiért ő küldte. Csak az időzítésben lehet, hogy néha türelmetlenebbek vagyunk, de elvégzi. Előbb-utóbb ott lesz az ő ideje. Aztán Róma levél 8:11-es igeverse, amihez egy személyes megpróbáltatásomhoz kapcsolódva elevenítette meg nekem az Úr. Az elmúlt évben, ebben a 24-esben, 23 telén, csak a lábammal siettem, ezért hibáztam, és egy balesetért, és 3 műtéten estem át. Az első műtétnél, aki többet volt már, látom itt többeket, akiket tudom, hogy nagyon kemény műtéteken estek át, az úgy történik Magyarországon, hogy az ágyaddal együtt rád adnak egy ilyen semmi hacukát, fejedre egy ilyen kis sapit, és betol a műtős a műtő előterébe, ahol, mint egy zsilip, bezáródik mögötted az ajtó. Ott, ha veled van a párod, a testvéred, az édesanyád, bárkid, bárki, aki elkísért téged oda, addig mehet, és nem tovább. Itt a zsilip ajtón belül van még egy ajtó, onnan nyílik majd a műtő, és ott téged ott hagynak. Oda betolnak, és amíg előkészítik a helyet, addig ott vagy egyedül. És mikor először az első műtétemnél kerültem be ide a zsilipajtón belülre, akkor körülnéztem, és mondom, én egy liftbe se szeretek egyedül lenni, és akkor jött beném az, hogy nem vagy egyedül. Mert annak a szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból,
Ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én testemet is a bennem lakozó Szent Szelleme által. És az volt egy olyan mélységes, mély nyugalom, jött rám, hogy nem vagyok egyedül. A műtőben sem leszek egyedül, mert velem jön, bennem van Isten Szent Szelleme, velem van. És el kell mondanom nektek, hogy a harmadik műtétemnél, miután természetesen a szobámban mindenki újjászületett, ahányszor a kórházba kerültem, a harmadik műtétemnél betoltak a zsilibbe, és egy idő után betoltak még egy ágyat. Hát nem tőlem egy 30-40 centire, azt is ott hagyták. És megszólalt egy fia, nálam lényegesen fiatal, 40-es, 50-es hölgy volt az ágyon, és megszólalt, és azt mondja, hogy hol vagyok. Mondtam, hogy a műtőbe megyünk. Azt mondja, de melyik városban? Mondom, Győrben. Mondom, miért, honnan jöttél? Azt mondja, nem tudom, mert nekem a fejemmel van baj. Nem tudom, honnan jöttem, és azt se tudom, hogy miért vagyok itt. És mondtam neki, hogy de tudod, hogy nem vagyunk egyedül. És azt mondja, tudom, Jézus itt van. Nem tudta, honnan jött. Nem tudta, hogy hol van, de egyet tudott, hogy Jézus itt van. Mondtam, hogy akkor imádkozzunk. És megfogtuk egymás kezét a két ágyon, és elmondtuk a hiszem, hogy Jézus Istennek fia, az üdvösség imáját, és jött ki, még fogtuk egymás kezét, teljes nyugalom. Olyan jelenléte volt a Szent Szellemnek, hogy nem lehet elmondani. Olyan csodálatos jelenléte volt, és azt mondta, hogy annyira örülök, hogy most te itt vagy, hogy vel együtt lehetünk itt. És akkor kijött a műtő, és azt mondta, azonnal engedjék el egymás kezét, mert nem lehet a műtő előterében megfogni a másik páciens kezét. És betolták őt az egyik műtőbe, engem a másikba, de valami azóta is imáimban gyakran ott van. Nem tudom, hogy hívták. Nem tudom, honnan jött. De az a hit, amivel ő ott volt ebbe a műtő előtérbe, hogy tudom, Jézus itt van. Jézus itt van. Ez legyen a mi erőnk, ami minden megpróbáltatásba erőt ad nekünk, hogy Jézus itt van. Itt van. És áldott legyen az ő neve, áldott legyen az ő szent igéje, és minden alkalommal vegyük a szánkra, mint ahogy Mózes, féljük Isten igéjét, ismerjük fel az abba lévő erőt és hatalmat, és használjuk az életünk minden területén, és ő betölti az igéjét az ő dicsőségére. Ámen.